Köszöntöm Önöket! Jászai Mari díjat kapott Vicei Natália, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művésze. A színésznőt Mezei Zoltán társulatigazgató jelölte a díjra. Indoklása szerint Vicei Natália maximális odaadással és igényességgel formálja meg minden szerepét. A színésznőt otthonában kerestük fel. A színművésznő a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatánál töltött évek alatt számos emlékezetes alakítást nyújtott, a társulat egyik meghatározó művésze. Vicei Natália a Pannoner TV-nek elmondta, hogy a szakmai elismerések akkor találnak rá, amikor arra a legnagyobb szüksége van. Igazából nem is tudtam, hogy reagálni, mert nagyon váratlanul ért, én nem is tudtam, hogy most osztják ezt a díjat. Természetesen nagyon megörültem neki. Nagyon jól esett. Ez a szakma olyan, hogy nincs garancia. Tehát senki nem tudja azt garantálni, hogy mindig, minden szerepet megold valaki, hiszen emberek vagyunk, nem mindig sikerül megoldani. És igazából a Jászai díj előtt is fontos volt nekem, hogy megpróbáljam megoldani. Ez a törekvés, ez díj ide, díj oda. Ez nem attól születik az emberben, és nem is attól hal ki az emberből. Tehát az alap személyiség jegyek szerintem nem változnak, még egy díj hatására se. Tehát az, hogy én maximalista vagyok önmagammal szembe, ezt gondolom, hogy ezentúl is így lesz. Az, hogy sokszor elégedetlen vagyok önmagammal, az is így lesz. A színésznő 22 éve van a pályán, számos szakmai díjat mondhat magáénak. A fesztiválokon is gyakran részesül díjban. Az elismerések viszont nem változtatnak a munkához való hozzáállásán. Mindig a maximumra törekszik, mondja a művésznő. Pont azért mentem én mindig valahogy előre, mert igazából nem vagyok soha megelégedve magammal. Ami mondjuk, amikor így kettesbe élek magammal, akkor elég nehéz dolog. De lehetséges, hogy azért nem hagyja az embert ez az önbizalom hiány, mert gondolom, hogy abból fakad, ellustulni. Tehát én egyik díj után se ereszkedtem le, vagy eresztettem le pontosabban, hogy akkor most már elértem, mert... Ez a jó érzés, ami egy díj körüli cirkusz, ez tudod, még addig se tart, míg az új bemutató ki nem jön. És onnantól kezdve meg az ember, mikor főpróbázik egy új darabba, vagy nem tudja megoldani a dolgokat a próbán az új darabba, akkor nem arra gondol, hogy de hiszen nekem van egy díjam, hanem arra, hogy ezt most meg kell csinálni. Mi az, amiből egyébként erőt merítesz? Mi az, ami energiát ad ahhoz, hogy előre haladj? Hát ahhoz viszont jók a díjak. Mert meg a közönség szeretete. Igazából az egyik az ilyen szakmai és kézzelfogható, a másik pedig egy érzés, egy másféle dolog, de azt is érzi az ember. Tehát a munka visszajelzése a színházban a taps, és időnként ezek a szakmai elismerések azok, amik esetleg segítenek abban, hogy az ember azt gondolja, hogy amit csinálok, az lehet, hogy nem is olyan rossz. Hogyha elismerik a munkát, az nagyon jó érzés. Én többször voltam hullámvölgyekben, és érdekes módon, amikor a legmélyebb, amikor már a talpammal az iszapos részt érintettem, akkor jött valamiféle pozitív dolog az életemben. És ez szinte mindig így volt. És soha nem akkor volt, amikor vártam, vagy törekedtem esetleg rá, hanem véletlenszerűen, amikor lehetséges, hogy mélyen tényleg szükségem volt rá. És ez most is így volt, hogy én az utóbbi időben ilyen nem tudom, szélmalom harcot folytatok az egészségemmel, és ez nagyon el tud keseríteni, hogy például nem tudod úgy elénekelni a Charlie nényében az orchideákat, mert nincs hozzá hangod. És ott ül a néző, aki jegyet vett. És akkor ez a hanggal való probléma most már így 2-3 hétre visszamenőleg engem gyötör, meg én különböző egészségügyi problémák, amiktől így igazán el tudtam keseredni, és akkor még olyanok is forogtak a fejembe, hogy te jó Isten, lehet, hogy majd nem tudom a pályát rendesen csinálni.
mert mondjuk a hang az egyik munkaeszközöm, és akkor így az ember így el tud keseredni, és akkor jön egy ilyen díj, ami kirángat ebből az önmagammal való foglalkozással, ezzel a negatív, hogy jó Isten, még mindig beteg vagyok, de mikor, de meg fogok én még gyógyulni, vagy ilyen dolgok, hülyeségek végül is, nem így kell gondolkodni, tudom én, csak ez nehéz, amikor az embernek fáj valamilyen, hogy ne így gondolkodjon, és akkor ez olyan, tehát ilyen jó, hogy akkor történik mindig, tehát az Isten az nagyon igazságos igazából. A Jászai Mari díjat a magyar kormány rangos színművészeti elismerését március 11-én Budapesten vette át a szabadkai művész. Vicei Natália a Szabadkai Népszínház negyedik művésze, aki Jászai díjban részesült, Kovács Frigyes, Hernyák György és Pálfi Ervin után. Tordán vendég szerepelt a Szabadkai Népszínház magyar társulata. A Hippolita lakály című zenés vígjátékkal léptek fel a bánáti településen, ahol hatalmas sikert arattak. A hatállomásos tájolási program keretében elsőként Tordára látogatott el a Szabadkai Népszínház magyar társulata. A bánáti kisfaluba ritkán jutnak el a hivatásos színházak, ezért különleges eseménynek számított a Népszínház vendégjátéka a település életében. A Hippolita lakály című előadásra már 3 héttel ezelőtt az összes jegy elkelt. Ez azt bizonyítja, hogy a helyiek éheznek a kultúrára. Itt a Szabadkai Népszínházat. Lezársait, tehát nagy szerettel nézik a közönség, mindig nagy szerettel várják, és úgy gondolom azt, hogy azért egy kis településnek is, mint Torda, szüksége van az, hogy az amatőr színtársulatokon kívül a profi színtársulatokat is lássa, hisz itt Tordán is, tehát van egy nagyon műértékelő közönség, aki tehát szereti a kultúrát, tudja azt értékelni, és én gondolom azt, hogy tehát ezért is szükség van arra, hogy ilyen kis településre is. Függetlenül attól, hogy a feltételek éppen nem a legkedvezőbbek, hisz én is most megértem arról, hogy elég szűk ilyenkor a terem és a színpad is, de azért függetlenül tehát attól szükség van arra, hogy a profi színházak, a Szabadkai Népszínház, az Újvidéki Színház, a Kosztolányi Színház is eljusson tehát kis településre is. A magyar társulat kötelessége, hogy a lehetőségeihez mérten ellátogasson a magyar lakta falvakba. Ezzel a nemzettudat megőrzéséhez is hozzájárul, hangsúlyozta Mezei Zoltán társulatigazgató, akinek személyes kötődése is van Tordához. Annak idején az előadások majdnem fele tájon játszódott, tehát még a 70-es, 80-as években. Most nyilván erre nincs teljes kapacitás, sem társulatbéli, sem anyagi, viszont az, hogy ez újraindult ez a program, tehát néhány évvel ezelőtt elindult, akkor pici szünet után most az MNT jóvoltából, a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából újraindult ez a program, ezt én nagyon fontos dolognak tartom, és tulajdonképpen így tud életben maradni a vidék, így tud életben maradni, így tudnak életben maradni művelődési házak. Tehát ez nekik is jó, a színházat is életben tartja, hiszen ez egy folyamatos kihívás, folyamatos mozgásban tartás. Nem egyszerű feladat, tehát sokszor a technikai körülményekhez alkalmazkodni, pontosabban a technikai körülmények hiányához alkalmazkodni, mint éppen itt is ez történik, ugye ez eddig tulajdonképpen a Hippolit szempontjából az a hely, ahova leginkább be kell gyömöszölnünk a díszletet, legtöbb kompromisszumot meg kell, hogy kössük, de én azt gondolom, hogy ez ezzel jár, ezt nekünk vállalni kell, és hát feladatunk révén igyekszünk ennek megfelelni. Tordán már nem először jár a társulat. Milyen a fogadtatás? Hát nagyon jó, nagyon szeretik a tordaiak a Népszínház magyar társulatát. Az elmúlt évben, azt hiszem, ez a harmadik itt létünk, az elmúlt néhány évben. Azelőtt egy elég nagy szünet volt, tehát azelőtt nem nagyon járt a Népszínház Tordán. Hát annál is inkább, mert nekem egy személyes kötődésem van, tehát én tordai születésű vagyok, és hát egyrészt a személyes ismerettség is belesegít ebbe. Ilyenkor megmondom őszintén, bennem igen nagy a feszültség, mert
Tehát át kell variálni néhány jelenetet, és azért csak az ember szeretné azt a formát hozni, amit otthon igyekszik. De hát kíváncsi vagyok, hogy itt a tordai közönség hogy fog erre reagálni. Remélem, hogy mindenféle változtatás ellenére is jól fog sikerülni, és hogy szeretni fogják. Hát ez most kiderül. Mindig nagyon örülnek, és mindig, és pláne most a Hippolyt alkalmából, vagy a Hippolyt okán, mikor bárhol játszunk, ez ilyen fergeteges siker mindenhol. És már így szájhagyomány útján elterjedt ez az elmúlt két hónap, szerintem Vajdaság szent, hogy a Hippolyt milyen előadás, és mindenhova ezt hívják. Már egy picit pici a színpad, de azért jövünk mindig így előbb, hogy egy kicsit átalakítsuk a dolgokat, amik nem férnek be, ami Szabadkán máshogy funkcionál. Mondjuk a személy szerint nekem ez az utazás, az utazások azért jók, mert hogyha otthon lennék, akkor biztos, hogy dolgoznék valamit. Szóval muszáj lenne dolgoznom valamit, és akkor ilyenkor mindig azt csinálom, hogy kettőkor vasútállomás előtt az indulás van, bemegyek a buszba és alszok. Most például 2,5 óra hosszát aludtam a buszba, és szerintem előre egy hónappal kialudtam most magam, mivel hogy messzebb vagyunk Szabadkától, mint általában. Úgyhogy nekem ez így most jó volt. Úgyhogy most kezdtem, megittem egy kávét, és szépen készülök az előadásra, most megyek sminkelni, és szerintem itt is fergeteges siker lesz, és nagyon jó a vendéglátás. A bánáti kisfaluban osztatlan sikert aratott a Hippolyta lakály című előadás. A közönség állva tapsolt. A tordaiak, mint mondják, minden művelődési rendezvényre ellátogatnak, ami a faluban történik. A Népszínház vendégszereplését pedig szinte ünnepként tartják számon. Várjunk el szép csendben, mint kék jó barát. Köszönöm, hogy imád, hogy jár. Vigyázzon, gyere küldjön, mi rád. Mi nagyon szeressük a színházat, meg örültünk, mikor meghallottuk, hogy Szabadkáról jönnek a színdarabot előadni, a kicsit komolyabb színészek, és akkor ennek igazán örülünk, hogy hát ők ide tudtak eljönni, mert biztos, hogy ebbe egy kis segítség is kellett, hogy az utat fizesse valaki nekik, vagy hozzájáruljon valamelyik szervezet ahhoz, hogy ide eljöhessenek. Nagyon vártuk, néhányszor néztem a tévébe filmet, és már alig vártuk, hogy jöjjenek. Sajnáltuk, a múlt héten elmaradt, de hát majd most bepótolják. Biztos, hogy szép lesz, és hát várjuk, bármivel jönnek, nem csak ez a Hippolyta lakály, hanem bármilyen darabbal. Valamikor nagyon sok darabot láttunk, de hát az most már kevés van, mert ugye az amatőr csoportokat nagyon nehéz összeszedni. Falun nem szívesen csinálja senki, időszűke, meg stb. Erre hivatkozva, ugye. Ezt szeretik a tordaiak. Hát itt most sok az ilyen népdallok, meg szavalatok, meg népi táncok, ezekből van itt legtöbb, és hát azt nézzük, ami van. Minden színdarabot szeretünk vasárnaponként, hogy innek megnézni mindent. Akár melyik faluból jönnek, úgy mondom, vagy a városból. Itt meg a Zoli, az unokaöcsém, az Zei Zoli, hát így minden áron gyűjtünk. Milyen gyakran jut el önökhöz a színház, Népszínház konkrétan? Az ritkán, hogy így a környező falvakban jönnek ezekre. Ezek, meg a tordai iskola, amennyit szerepel, az megnézzük mindig a diákokat. Nekünk is voltak gyerekeink, most már felnőttek, nem egész felnőttek, de hát most már nem játszanak, vidékön járnak iskolába, és nem kerül sorolni az itthoni szereplésre. Ez a kis színdarab, vagy a színelőadások, a templom, ilyesmi, semmi más nincs itten, nem sok. Nagyon el van fogyva a falunk. A Szabadkai Népszínház a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával 6 olyan magyar lakta településre látogat el, ahol a közönség ritkán láthat hivatásos színházi előadást.
irodalmi esten lepte meg olvasó közönségét a Magyar Kanizsai József Attila könyvtár. Tallian Marian és Lázár Balázs budapesti színészházaspár 500 év békevágyról zengedező magyar versét hozta el Magyar Kanizsára, és adta elő teljes átéléssel, versről versre felépített koreográfiával és autentikus zenei betétekkel. A versekben 500 évet ível át a békevágy, a háború, a szenvedés, a hányattatások, a megaláztatások ellenpontjaként, és e békevágy kimondva, kimondatlanul összekapcsolódik a költők istenkeresésével, hitével. Az estben a versek szinte válaszolnak egymásra, tovább gondolják egymást a nő, férfi, feleség, férj, anya-apa keretjátékában, hogy a sok kihívást rejtő 21. század elején az alkotók a maguk művészi eszközeivel tegyenek hitet a békesség, a magyar költészet és az egyetemes emberi értékek mellett, mondta köszöntőjében Virág Ibolya, a könyvtár igazgatónője, aki lévén március idusa, arra is emlékeztetett bennünket, hogy a magyarságnál az írók és költők szerepe mindig is jelentősebb volt, mint más népeknél. Egyik legszebb példája ennek az 1848-as forradalom, amelyet éppen egy költemény fennkölt versorai indítottak el. A verses két kiváló művésze megállás nélkül egymást váltogatva szavalta a szemnél szebb költeményeket. Janusz Pannonius, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Petőfi, Arany, Adi, Babics, Szabó Lőrinc, József Attila, Reményik Sándor, Vörös Sándor, Pirinszki János, Bertók László, Károly Ami és a többiek sorai harsogtak felváltva, kérve és követelve a békét gyereknek, felnőttnek, anyának, apának, mindenkinek. A teljes átéléssel előadott költemények színpompás kavalkádját a művésznő egy-egy zenei betétje szakította meg, mint egy pihentető fülnek, szívnek és léleknek. A művészeket a békességóhajtás összeállítás elkészítésére a Magyar Békeszövetség kérte fel. Ők már többször kértek föl minket versmondásra, ezért hát szerették, ahogy mondtunk, verset, megbíztak bennünk, és az ő javaslatukra állítottuk össze ezt a műsort. Most van benne rögtön ugye egy vers, a Szabó Lőrinc Mozart hallgatása közben, ezért egyértelmű volt, hogy elő kell vennem a hegedűmet, és Mozartot fogok benne játszani, mert én tudok hegedülni, én a zeneművészeti főiskolára is jártam, még a színművészeti főiskola előtt, és hogy színesítsük, hát ugye a sok vers elmondása mellé, hogy egy kis lélegzetvételnyi szünet legyen az estbe. Ezentúl gregoriánok hangzanak el az elején meg a végén, mert az elején is Janusz Pannonius vers van, meg a befejező vers is Janusz Pannonius, és akkor az ő korához kerestünk gregorián dalokat, a zsoltáros könyv, a hagyományos régi zsoltáros könyvből, amit levettem a polcról, még apukámé volt, úgyhogy így alakult a zenei része az estnek. Az est sikere minden esetben a hallgatóságtól függ. Elég sokszor megyünk iskolákba, ahol hát nem könnyű megszólítani őket, tehát megmondom őszintén, sokszor az elején megijednek, sőt van, hogy nevetnek, hogy ugye Gregorián meg a Janusz Pannonius nyelvezete, és aztán a harmadik verstől kezdve fogja meg őket igazán. Természetesen, mint itt, ahol egy hozzáértőbb, nyitottabb lelkű közönség gyűlt össze, sajnos ez a ritkábbik, ezt hozzá kell tegyem, általában ez a ritkábbik, amikor igazán nyitott szívvel ülnek be, hát ilyenkor nekünk nagyon könnyű dolgunk van. Tehát mi ilyenkor csak belehelyezkedünk a versbe, és boldogan mondjuk őket, mert nagyon szeretjük őket mondani, és nincs az a küzdelem, mint sokszor a fiataloknál sajnos előfordul, hogy küzdeni kell a figyelmükért. Nagyon örültünk ennek a közönségnek tényleg, ahogy az előbb is mondtam, hogy nekünk ilyenkor nagyon jó. Tehát mi ilyenkor tényleg élvezzük a színpadi létet. Ez nekünk is egy ajándék volt. A művészházaspárnak ez volt első külföldi fellépése, de a könyvtár igazgatónője már egy következő magyar kanizsai bemutatkozásra is meghívta őket. Ez az első, igazából külföldön is ez az első. Most úgy néz ki, hogy Svédországban lesz még egy fellépésünk, és hát remélem ide is vissza tudunk jönni még. Tervbe van egy bizonyos összeállításunk, és van már egy meglévő Bertók László estünk, tehát a Kossuth Díjas Bertók László költőnek csak az ő verseiből van még egy estünk. A másik,
Hát elárulom, végülis egy finnugor estet tervezünk. A Békesség óhajtás verses összeállítás költeményei komoly felkészülést és teljes figyelmet követeltek meg a színészektől. Amíg az est el nem kezdődött, a két színész bele sem gondolt, hogy a békért esedező költeményeket egy nemrégen még a háború szele által jócskán megérintett környezetbe hozza. Én színész és költő vagyok, és valahogy így két oldalról jött ez a kísértés, hogy egyszer a költői ént, aki összeválogatta a verseket, a színésszel együtt hozzuk itt össze ebbe az esbe, valamint Mariana zenei részét még hozzátette. Mi igazából csak az estre koncentráltunk színészileg, meg van otthon két kisgyermekünk, és azokra a dolgokra, és valahogy akkor, amikor az estet elkezdtük, akkor hirtelen jött bennünk ez a felismerés, hogy hol is vagyunk, hogy de ez így kimondatlanul, és egyszer csak a versek is elkezdtek ezzel a plusz tartalommal szólni. Tehát abszolút nem is beszélgettünk ilyenről, tényleg csak magára, egy a szakmai részére koncentráltunk most az esnek, és így egyszer csak ilyen dimenziókat kapott. Az est óriási sikerét vélhetően a millió is befolyásolta. A könyvtárnak van egy sajátos atmoszférája. Én azt szeretem benne, hogy tehát a könyvtár sokféle dolgot fel tud szívni, és hogy sokféle dolgot elő lehet adni. Tehát megfér mondjuk ez a szakrálisabb est, mint a miénk, megfér mondjuk egy kortárs költészeti estel is. No, a korábban több társulatnál is dolgoztak, sőt, külföldi színházakban is felléptek. Marian és Balázs jelenleg szabadúszó. Elsősorban felkéréseknek teszünk eleget, és az, hát a szabadúszás hátránya az ugye, hogy nem ad úgymond egy létbiztonságot. Az a nagy előnye viszont az, hogy az ember azt csinálhatja, azt vállalhatja el, amit szeret igazából, és így azért a családra is egy picit több idő jut. Ez így néha hektikusabb, ez a szabadúszás, ugyanakkor számunkra ez így sokkal izgalmasabb, és valójában ez adja meg azt a lehetőséget, hogy ilyen esteket is összeállítsunk. Látom fátyolodat, te sötét, mély titkú jövendő, s meggyújtván a sejtés tündéri tüzét, e fátyolon átlátok, s attól, ami alatta van, borzadok, iszonyodom, s egyszer, s mint kedvre derülök, és örülök szilajan. A háború istene újra fölveszi páncélját. Tavaszi virágcsokorhoz hasonlította a Q-csoportot a Dobó-Tihamér galéria vezetője a festőcsoport magyar kanizsai tárlatának megnyitóján. A tárlat megnyitóján Török István festőművészet csoport vezetője mellett megjelent a Q-csoport néhány alkotója is. A kiállításról is magáról az immár 27 éves Q-csoportról, a csoportnak régión képzőművészeti kultúrájában betöltött szerepéről annak létrehozója és vezetője nyilatkozott. Ha minden évben van egy ilyen évi, vagy most az utóbbi években évzáró kiállításnak nevezzük, és csak akkor, mikor ez nyílbe ütődött ez az ötlet, vagy ez a gondolat, akkor én a csapatnak mondtam, hogy hát próbáljuk meg, hogy egy ilyen vándorkiállítás szisztémával, hogy Szabadka, Magyar Kanizsa, Zenta, Bácska-Topolya is akkor. És akkor ezt megszerveztem. A Q-csoport, a mai tagjai azok kivéve egy csantaléri van, és egy kanizsai, a Csobanov Márta, a többiek azok szabadkaiak, meg palicsiak. Hogy vagyunk 12-en, és ezek főleg ugye Szabadka környékiek. Van egyfajta képzőművészeti légüres tér, én úgy fogalmaztam meg abban az időben ezelőtt, már 28 évvel ezelőtt, hogy az abszolút amatőrök és a hivatásosok közt vannak azok a mondjuk amatőrök vagy autodidakták, akik önképzéssel elértek ilyen vagy olyan szintet, akik már nem annyira kezdők, mint amit az előbb mondtam, hogy abszolút amatőrök, akik alig tudnak valamit, akik már itt-ott kiállítottak, vagy néhány év van, alkotói év mögöttük, 5-10-15, és akkor én ezeket a kollégákat összehívtam, és akkor előadtam az én
filozófiámat, hogy próbáljunk együtt, hát a többet elérünk, mint külön-külön. Magyar Kanizsát a csoportban egyetlen művész képviseli. Alkotótáborba vendégművészként meghívnak bennünket, és akkor ott összebarátkozunk egymással, és tulajdonképpen ilyen meghívásos alapon egyre többször találkozunk, megismerjük egymást, és akkor felajánlják, hogy lehetek tag, vagy lehetünk tagok, hogyha szeretnénk. Általában így működnek a dolgok. Márta képei is a kiállítás témájához kötődnek. Mivel ez a tárlat, ez tematikus, tehát az ember a fő témája, így az én képeim is az emberrel kapcsolatosak. Általában akvarellel szoktam dolgozni, úgyhogy most is akvarellt állítottam ki. Három képen van ezen a tárlaton kiállítva, ami az emberrel kapcsolatos. Tőzsgyökeres magyar kanizsaiként alkotásai az közvetlen környezetéből merít ihletet. De a Tisza partján születtem, és ott is nőttem föl. Leginkább a tiszai témák feldolgozását szoktam alkalmazni. Jelen esetben az embert, mivel ez a téma. De én azt hiszem, hogy színeiben mégiscsak megjelenik a Tisza a képeimen is, magában az emberben is, mert ha megnézzük, akkor látszik rajta az iszap színe, a fák lombja és a Tisza színe is ott csordogál, azért szépen hol itt, hol ott megjelenik. A magyar kanizsai alkotó egy nagyon érdekes téma feldolgozására készül. Új témán dolgozom mostanában, tehát már körülbelül másfél-két éve foglalkoztat az ős magyar kultúra. Ezen belül az ős magyar vallás, így megtanultam a rovásírást, és újabban a munkáimban ezeket szoktam beledolgozni. Nagyon érdekel az ősi népviselet, és a népviselet, tehát a mai ismert népviseletek hogyan alakultak az ősi öltözékekből. Úgyhogy ez a téma foglalkoztat jelen pillanatban, és ezzel is foglalkozom. Ezek az elemek mindenképpen meg fognak jelenni. Dombolt műveket is szeretnék készíteni, kerámiát ezzel a témával kapcsolatban. A kulcsoport tárlatának megnyitóját a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola diákjainak, Rekeszki Dorottyának és Terényi Emesének a harmonika játéka tette színesebbé. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva is számítok Önökre. Addig is viszontlátásra!